Sorakoznak a cipős dobozok a városi könyvtár polcain, és sorakoznak a zsákok is, melyben az adományok érkeznek. A Solymár Imre Városi Könyvtár évek óta szervezi a rászoruló gyerekek karácsonyát szebbé tevő akciót. Évekkel ezelőtt kolléganőimmel találtuk ki a Legyen minden gyereknek karácsony akciós doboz programunkat. Az volt a célunk, hogy a Bonyhádon tanuló hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeknek gyűjtsünk ajándékot, illetve adjunk ajándékot. Megkerestük a Bonyhádi két általános iskolát, a Széchenyi István általános iskola és a Petőfi Sándor evangélikus általános iskola gyermekvédelmi pedagógusait, kértünk tőlük segítségét, hogy gyűjtsék össze a gyerekek neveit. A mi feladatunk pedig ugye az volt, hogy gyűjtsük a csomagokat, kérjük, hogy a már megunt, de még használható játékokat, édességet, emellett ruhadarabot, illetve tartós élelmiszert is csomagolhatnak a dobozokba. Ha becsomagolták, utána megkérjük, hogy írják rá, hogy fiúnak vagy lánynak szánják, illetve hány évesnek. Már a félszázat is meghaladta az eddig beérkezett ajándékok száma, de az intézmény várja a további adományokat. December 10-ig várjuk még a csomagokat. Szerencsére vannak már támogatóink. Bécsből kaptunk 4 karton édességcsomagot, illetve családok hoztak játékokat a gyerekeknek zsákokba, ezeket ömlesztve. Ezeket mi csomagoljuk itt a kollégákkal. Csomagolópapírt is kaptunk már felajánlásként, illetve a cipős dobozokat is hozzák a lakosok. A csomagok átadására december 17-én ünnepélyes keretek között kerül majd sor. Mindenki névre szólóan kapja meg majd a saját dobozát. Az ünnepséghez az átadás mellett színházi előadás is csatlakozik.